Látványos gyakorlat talajon, gerendán, szekrényen, felemás korláton és trambulinon. Ezeket a mozdulatokat a tornatábor tehetséges tornászai mutatták be. Jelenleg a táborban 56 sportoló gyerekünk van, az 56 tornász között benn vannak a versenytornászok is. Nem csak Salgótarjánból vannak tornászok, hanem Széchenyből, Pásztorról, illetve Budapestről. A tábornak a célja tehát az, hogy a versenysportolóinknak a gyakorlatait, hibáit, új elemeket, hibáit javítsuk, új elemeket tanítsunk. A második nagyon fontos az, hogy az utánpótlást szervezzük a versenytornászainkhoz, és természetesen akik szeretik a tornasportot, azoknak a foglalkoztatását is megoldjuk. A salgótarjáni tornasport szép eredményekkel büszkélkedhet. 7-10 éves gyerekeknek a versenyében, országos diákolimpián, országos elődöntőn, harmadik helyen végeztünk csapatba, egyéni összetettben nagy-nagy büszkeségünkre, három tornászunk került be az első 6 helyezett közé. 8 testnevelő kollega, aki foglalkozik a gyerekekkel, ezen kívül 4 olyan visszatérő tornászunk van, akik segítenek itt a gyerekeknek a különböző sportmozgások végrehajtásába. A 4 közül az egyik segítő edző Csetneki Dóra, akinek az a feladata, hogy figyelje meg és javítsa ki a tornászok mozdulatait. Nagyon oda kell figyelnem minden gyerekre egyesével természetesen, amíg táborozó voltam, akkor csak magamra figyeltem, és az is bőven sok volt. Nagyon figyelni kell a lábtartásukra, a testtartásra, javítani kell ugye ezeket. És hogy valójában miért is érdemes tornázni? Nagyon sok rétű képességeket fejleszt, ugye elegánssá teszt, kecsessé, nőiessé, ez egy nagyon sok mindent megmozgató sportág. Nagyon sokan mondták, hogy tornász alkatom van, meg hogy elég hajlékony vagyok, és hogy illene hozzám ez a sport. Az otthoniak közül a talajt, az a kedvencem, itt viszont a trambulin. Ezt nagyon szeretem. A fordulást gyakoroltuk, átfordultunk azon a rúdon. A Liznak komoly célja is van. Torna szeretnék lenni, meg nagyon jó itt. Alapból is járott tornaedzésekre, és ugye akik járnak, azok így általában szoktak jönni itt táborba. Hát itt sokkal több szer van, mint például edzésem, mert például felemás korlát, trambulin nem igazán van ott az edzéseken, és így sokkal több mindent lehet megtanulni és esetleg gyakorolni. Fannit lenyűgözte az artisták ügyessége, ezért is jelentkezett artista képzőbe, ahová fel is vették. Eléggé megtetszett, tehát így a cirkuszban is eléggé látványos is, meg szeretem is ezt csinálni. Egy pár évig ilyen mindenfélét csinálunk ott az edzésen, tehát zsonglőr, légtornász, tehát minden, és utána lesz az, hogy választani kell 2 szakot, tehát olyat, amit te szeretnél csinálni, és arra a szakosodsz tovább. Ki tudja, lehet, hogy pár éven belül Barna Fanni nézők tömegeit kápráztatja majd el artista tudásával.